Sziasztok, barátaim! Ebben az adásban mesélni fogunk és megmutatunk nektek egy ősi Bibliát és egy nagyon régi festményt, vagyis inkább a maradványait, valamint más olyan leleteket, amik a modern történészek számára nagyon érdekesek. Mielőtt megnéznétek a videót, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, majd kattintsatok a harangjelre, hogy ne maradjatok le egy új részről sem. A régészek évente megszámlálhatatlan mennyiségű leletet találnak, és többségüknek teljesen hétköznapi és gyakorlati célja van. Viszont vannak olyan tárgyak, amelyek rendeltetése a tudósok között a legnagyobb vitákat eredményezi. Beszéljünk róluk! Ezekről és emellett sok másról is fogtok hallani ebben a videóban. Egyiptomi alabástromlemez. A szokatlan tárgyak listáját egy olyan lelettel kezdjük, amely jelenleg a Holland Régészeti Múzeumban található. Ez egy 75 kg-os alabástromkorong. A tudósok több mint 200 éve ismerik ezt a tárgyat, de ez idő alatt nem tudták eldönteni, hogy régebben pontosan mire is használták. Az egyetlen dolog, amiben biztosak az az, hogy a tárgy határozottan az ókori egyiptomi kultúrához tartozik. Az egyiptológusok azt gondolják, hogy elsősorban rituális kiegészítőként használták temetéshez és az istenek megszólításához. Nos, mire szokták fogni a szokatlan dolgokat? Természetesen a vallásra és a rituálékra. 6 kg tiszta arany. Ennek a kincsnek a története a Pánagyúriste nevű, városjellegű kis településen kezdődött, és ahogy az szinte lenni szokott, a kincset véletlenül találták meg, amikor teljesen más dolgokkal voltak elfoglalva. A Dejkov testvéreknek volt egy kis cégük, téglákat gyártottak, és az elkészítésükhöz agyagot. Az egyik testvér lapátja véletlenül valami fémbe ütközött. Mivel ott nem kellett volna semmi ilyesminek lennie, óvatosan kiemelte a földből. Először nem vette észre, hogy a tárgy aranyból van. Szarva alakja volt. Miután megtisztította, rájött, hogy ez egy fémszarv. A nemes fém jellegzetes ragyogásából rájött, hogy a tárgy aranyból van. A testvéreihez rohant, hogy megmutassa nekik, mit talált. Amikor lemosták és megtisztították a tárgyat, rájöttek, hogy nagyon értékes és fontos lehet a régészek számára. Az egyik testvér felajánlotta, hogy menjenek vissza és ássanak még egy kicsit. Így is tettek. Majdnem azonnal találtak még egy tárgyat. Majd még egyet. A testvérek 9 egyedülálló, csodálatosan szép tárgyat találtak. A történelmi adatok szerint a trák törzsek éltek ezeken a földeken. Még mindig folynak a viták a történészek között arról, hogy ki készítette ezeket a tárgyakat. Véleményük szerint az ókori görög ékszerészek hozták létre, és a kereskedelemnek köszönhetően kerültek ezekre a földekre. Körülbelül időszámításunk előtt 4-3 évszázad között gyárthatták. A termékeken görög istenek és mitológiai karakterek életét ábrázolták. A testvérek minden értékeset, amit találtak, a régészeknek adtak. Most ezeket a kincseket a Szófiai Nemzeti Történeti Múzeumban őrzik. Kanabiszt találtak az ókori Júdeában. Az izraeli régészeti ásatások eredményeképpen a tudósok titokzatos anyagot fedeztek fel egy ősi templom oltárán. A modern technológiák segítségével végzett elemzés azt sugallja, hogy kanabiszt és tömjén tartalmaz. A felfedezés arra enged következtetni, hogy a pszichoaktív anyagok kult szerepet játszottak a zsidó királyságban végzett rituálékban. ...1963-ban Berzebában, Izrael déli kerületében található városkában a régészek eddig ismeretlen, mészkőből készült vallási oltárokat fedeztek fel. Kannabisz és tömjén maradványait találták meg bennük, ami azt jelzi, hogy vallási célokra használták őket az ókori Júdeában. A régészek szerint ez az első bizonyíték a kannabisz vallási célokra történő felhasználására az ókori Közel-Keleten. A tudósok megállapították, hogy a 40 cm magas kis oltáron lévő anyag trágyával összekevert kanabisz, amelyet fűtésre használtak. Az 50 cm magas oltáron található anyag arra enged következtetni, hogy tömjén van benne, állati zsírral összekeverve, amit párologtatásra használtak. A felfedezés arra is utal, hogy a kanabisz vallási rituálék részét képezte, és a tömjén részecskék lehetővé tették annak a megértését, hogy milyen anyagokat használtak a füstölőhöz a zsidó királyságban. Erán Éri, a Jeruzsálemi Izraeli Múzeum vaskori régészeti osztályának vezetője azt mondta, hogy nem ez az első kultúra, melyben halucinogén növényeket használtak. Tevékenységük egy bizonyos állapotba lépéséhez volt szükséges. Véleménye szerint ez a felfedezés a zsidók vallásának új aspektusát tárta fel. 100 méteres föld alatti folyosót fedeztek fel. A mexikói tudósoknak sikerült találniuk egy bejáratot,
ami a Quetzalcoatl tollaskígyó templom alatti folyosóra vezetett, ahol úgy gondolják, hogy az ősi indiai uralkodók temetkezési helyei lehetnek. A tollaskígyó temploma Teotihuacanban található. A tudósoknak körülbelül 8 hónapig kellett ásniuk, amíg felfedezték az átjárót. A tudósoknak sikerült megállapítaniuk, hogy az alagút hossza 100 méter és 5 méterre az építménytől találtak rá. A tudósoknak még nem sikerült teljesen lehetővé tenni a föld alatti építménybe való bejutást, amelyet időszámításunk előtt 200 és 250 között lezártak. Lehetséges, hogy Teotihuacan lakossága zárta le a folyosó bejáratát, mivel valami nagyon értékes volt elrejtve benne, de a lézerszkennel és egyéb eszközök segítségével a tudósoknak még sikerült átnézniük az alagút első 36 méterét. Az sajnos nem lehetséges, hogy tovább menjenek, mivel az átjáró törmelékkel van elzárva. Az alagsor bejárata négyzet alakú, 4 méteres oldalakkal. Eddig körülbelül 68 méter átjárót sikerült megtisztítani. Körülbelül 2,5 tonna földet hoztak ki, és amíg az átjárót tisztították, találtak tárgyakat is. Például antik edényeket, háztartási cikkeket, szobrokat, kancsókat és sok mást. Összesen több mint 50 ezer különböző tárgyat fedeztek fel. A geofizikai kutatások alapján ez az alagsor valószínűleg több nagy galériát köt össze, vagy sok titkos szoba van elrejtve benne. Azonban amíg a tudósok nem tudják teljesen járhatóvá tenni az átjárót, addig nem fogjuk megtudni a végső választ. Egy festmény, amely 7 évszázadon át volt a föld alatt. A tudósok egy régi, 14. században épült emésztőgödörben rajzokkal díszített szövetdarabokat és egy vékony fából készült lemezt találtak. A kutatók szerint ez nem más, mint egy ősi vászon, amely a ház díszítésére szolgált. Andrej Maslovski, az Azovi Történeti és Régészeti Múzeum rezervátum régészeti osztályának vezetője elmondta, hogy ez volt az első ilyen lelet a pályája során. Előtte csak freskókat és csempéket látott. Feltételezhetjük, hogy 30x30 méter volt. Virágokat, hajtásokat ábrázolt. Minden esetre a leveleket megvizsgáltuk. A festmény körülbelül 1,5 méterrel a föld alatt volt egy gödörben. Ennek eredményeként a kutatók több érme méretű töredéket fedeztek fel. A darabokon vörös festék látható. Jelenleg a helyi restaurátorok foglalkoznak a ritkasággal. A szakértők nem zárják ki, hogy a rajz részben újra helyre lesz állítva, és talán a festő a 14. század ismeretlen művésze. Szobrok egy perui múzeumból. Ha a szobrok nagy része az állatok absztrakt megjelenésével magyarázható, akkor ebben az esetben minden sokkal bonyolultabb. Itt tisztán látunk egy embert, aki nem más tart maga előtt, mint egy kormánykereket, és van egy érintetlen dolog előtte. Meglepő módon a tudósok semmilyen módon nem próbálják megmagyarázni ezt a tárgyat, nagyrészt egyszerűen figyelmen kívül hagyják. Természetesen ez csak egy kis része azoknak a tárgyaknak, amelyeket egyáltalán nem magyaráznak meg, vagy vallási kiegészítőnek tekintenek, vagy teljesen eltűnnek. A történelmünk tele van rejtélyekkel és titkokkal, sajnos nagy részük nem is lesz megfejtve. Barnabás evangéliuma. Az egész könyv asszír nyelven íródott, ami egy arámi ősi nyelvjárás. De a legfontosabb az, hogy ez a könyv Barnabás Krisztus egyik tanítványának evangéliumát tartalmazza, aki Pál apostollal utazott. A tanulmány eredményei azt mutatják, hogy az életkora 1500-2000 év. Ez azt jelenti, hogy ezt a könyvet Jézus Krisztus idejében is írhatták. Most az ősi Bibliát Ankara Néprajzi Múzeumában tartják. A könyvlapjai állati bőrből készültek, és az idő előre haladtával feketévé váltak, így a teljes szöveget már nem lehet kivenni belőle. Titokzatos eredete ellenére a Biblia ezen változata valódi vihart kavart a Vatikánban, mert közvetlenül megcáfolja azt, amit az egyház tanít. Barnabás verziójában legalább 5 olyan dolog van, ami ellentmond a Bibliának, amelyet Nikaea tanácsában szavaztak meg. Először is azt állítják, hogy Jézus nem Isten fia, hanem proféta volt. Ezen kívül a szöveg azt állítja, hogy Jézus élve ment fel a mennybe, és nem keresztre feszítették. Iskaritói Júdás pedig elfoglalta a helyét a kereszten. Meglepő módon a Vatikán hivatalosan elismeri azt a tényt, hogy 325-ben megszavazták az evangéliumokat, és némelyik nem felelt meg a cenzúrának. Talán a nem engedélyezettek között volt Barnabás evangéliuma is, amelynek szövegét Törökországban találták meg. A szakértők bebizonyították, hogy a könyv eredeti, amely több mint 1,5 ezer éves. A szöveg azt is jelzi, hogy az utolsó iszlám misszió megérkezése hamarosan megtörténik a Földön.
A Vatikán részletesebben akarja tanulmányozni a Bibliát a katolikus szakértőkkel és a török kollégáikkal együtt. Úgy gondolják, hogy a Nikea tanácsában a katolikus egyház cenzúrázta a Biblia részét képező evangéliumokat, különösen Barnabás evangéliumát. Ennek a Bibliának az értéke hiteles bizonyítékként is szolgál. Az előzetes becslések szerint legalább 28 millió dollárt ér. A legnagyobb és legrégebbi maja építmény. Hagyományosan úgy tartották, hogy az időszámításunk előtt 1000 és 350 közötti időszakban a maják kis falvakat építettek. Az Arizonai Egyetem amerikai tudósainak felfedezése Tabasco településen, Mexikóban, a guatemalai határ közelében megkérdőjelezi ezt az elméletet. Az Aguada Phoenix területén a tudósok felfedeztek egy föld alatt lévő mesterséges platformot, mely északról délre 1413 méter, keletről nyugatra pedig 399 méter, és 10-15 méterrel volt megemelve, 9 széles út ágazik a platformból. Az ünnepélyes komplexumot a lidár segítségével sikerült meglátni, ami a lézerek segítségével a levegőben történő távérzékelés technológiája, amely lehetővé teszi a felszín alatt lévő tárgyakról szóló információk megszerzését. Korábban ez a terület nem volt ismert, mert hatalmas és lapos. Úgy nézett ki, mint egy természetes táj. Azonban a lidárral egyértelműen látszik, hogy ez egy jól megtervezett létesítmény. A radiokarbon kor meghatározás által a régészek bebizonyították, hogy a komplexum időszámításunk előtt 1000 és 800 között épült, ami miatt a legrégebbi monumentális szerkezetnek számít a maja kultúrában, valamint meghaladja a későbbi korok piramisainak és palotáinak méretét. A tudósok felfedezése új oldalról közelíti meg a maja civilizáció kialakulását. A kutatók szerint abban az időben a maják még nem rendelkeztek ilyen társadalmi rétegződéssel, de már komoly ismeretekkel rendelkeztek az építészet és az építőipar területén. Ez minden. Ha tanultatok valami újat és érdekes volt számotokra a videó, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel a csatornánkra. A viszontlátásra!